kocsár úgy szól az emberiséghez, hogy zenét ír. Azért ez nagy dolog. Komponálásnak három gyönyörű pillanata van. Az első az, amikor az embernek eszébe jut valami, és olyan impulzus éri, ami miatt a fantáziája elkezd működni, és szinte lejátszódik a fülébe, agyába az egész folyamata a zenének. Hát ez gyönyörű dolog. És utána elkezdi, gyorsan előkapja a papírt, ceruzát, és kezdi írni. Hát ez nem olyan gyönyörű, sőt, igazán ízottságszagú időnként. És akkor írja az ember, halad előre, amerre a zene kívánja, és egyszer csak fölsejlik a lehetősége, hogy na hát, itt már befejezéshez közeledünk, és nem tudom hány taktus után már kész a darab. Hát ez egy gyönyörű pillanat, leesik a nagykő az ember szívéről, hogy megoldotta, és akkor jön, miután megvan ez az ív, az apró részletek kidolgozása, még alakítása, csiszolása, és akkor jön a harmadik pillanat, ami a legizgalmasabb, a szembesülés vele, amikor előadják a darabot, és az ember ott ül a nézőtéren, és kénytelen, mint hallgató befogadni mindazt, amit írt. Kivételes füle van, hallja a hangokat, olyan, mint aki az állatok nyelvén tud beszélni, ő meg a hangokat hallja, hogy most hova mennek, és követi. Oda-haza játszottam a homokba valami délelőtt, de egyszer csak meghallottam valami zenét. Trombitáltak, meg kürtöltek. Később kiderült, katonazenekar adott térzenét a Déri Múzeum előtt, és én erre fölfigyelve rögtön elkezdtem szaladni a hang irányába, és el is értem a Déri teret, és ott körülbelül olyan 2 méterrel megálltam a zenekar előtt, és végig csodáltam, és élveztem a muzsikálásukat. Minden új volt számomra, az a sok csillogó hangszer, a nagy tubák, trombiták hangja. Szóval nagyon élvezetes volt, és mai napig is emlékezem erre a történetre, még arra a padra is, ahol álltam. A másik ilyen élmény a zongora volt, egy zongoránk,
Nagyon szerettem alatta játszani, mikor édesanyja egy picit zongorázott, én rögtön szaladtam oda, és alábújtam is. Nagyon élveztem, hogy zeng-bug minden körülöttem. És aztán elkezdtem a billentyűkkel is játszani, amire édesanyám fölfigyelt, és így kezdődött tulajdonképpen taníttatásom, mert egy zongoratanárnőt fogadott, aki kezdett velem foglalkozni. Kiskezek nagy mesterek című füzetből adott fel zongorázni valókat, ahol ilyen operett népszerű daloknak volt a könnyű letétje ez a füzet, és azok közül megtanultam néhányat, és rögtön nagy sikert arattam vele, nem csak családi körben, de a jóformán az egész utca előtt. Az operettek után természetesen következett a tánczenének, a jazznek a elemeivel való ismerkedés, és aztán ez egyenesen oda vezetett természetesen, hogy beiratkoztam a zenedébe, és ott kezdetben harsonát, majd később zeneszerzést is tanultam. Jóformán főiskolai felvételig végigjátszottam bálokon, tisztiklubba és egyéb helyeken, ahova hívtak. Apám hentesmester volt, ő szépen énekelt, legalábbis a templomban, az istentiszteleteken, erre emlékszem, de egyébként nem sok affinitása volt a zenész mesterség iránt, mert tulajdonképpen ez irányú érdeklődésemet nem nézte jó szemmel. De hát mit tehetett, már belenyugodott. A bátyám, aki orvos volt, és kutatóorvos, és egyszer egy beszélgetésen, miután ő nem kifogásolta, csak valahogy azt mondta, hogy ő nem fog büszke lenni arra, hogy én ilyen jazz zongorista vagyok. És ez engem annyira szíven ütött, hogy elkezdtem foglalkozni komolyan a zenével. Sőt, ahogy felvettek a főiskolára, azon túl mai napig is egy hangot se játszottam. A hozadéka engem nagyon sokban segített, mégpedig abban, hogy egyrészt improvizálási készségem megvolt, a biztos formaérzékem kialakult, hiszen ott az improvizálás közben is követni kell a dallamnak vagy a harmóniáknak a vonulatait. Azon túl érdekes harmóniákat tudtam, nem volt szokatlan nekem érdekes vagy melyik harmóniákat kitalálni. Tehát én nagyon jól tudtam azt a komoly zenénél is kamatoztatni, amit akkor ott tanultam, vagy elsajátítottam. Döbbenet az volt számomra, amikor megkaptam az értesítést, hogy felvettek a főiskolára. Mert addig az csak olyan játék volt, elmegyünk főiskolára, felvételizünk. Először nem is vettek föl, mert akkor még másodikos voltam, még akkor nem tudtam sok mindent. De a következő évben már a felvétel sikerült, és akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen mire is vállalkoztam. Hogy nekem 5 év múlva diplomamunkát kell írnom szimfonikus zenekarra, amiről még annyit se tudtam, mint egyáltalán semmit. Nyilván a Farkasnak a tanítása következtében, de valahogy fél év után magamhoz tértem, és elkezdtem komponálni. Írtam zongoradarabokat. Kezdetben népdalfeldolgozásokat csináltunk. Nagyon sokat elemzett Farkas Bartók, gyermekektől egész az improvizációig mindenfajta feldolgozást, és valahogy annyira ráéreztem erre, hogy
én magam is elkezdtem utána csinálni, sőt, kompozíciókat is, így többek között dalokat is. Annyira egyszerű, annyira letisztult, hogy szinte már ezért nehéz megoldani, mert az egyszerűségét megfogni, hogy az olyan sima legyen, olyan puha legyen, hogy szolgáljuk a verset, hogy még jobban kijöjjön a közléstartalom. És ilyenfajta letisztulást csak a legnagyobbak produkálnak, azt gondolom. Különleges osztály volt a Farkas növendékek osztálya. Mi tulajdonképpen nagyon jó barátságban voltunk egymással. Kurták, Petrovics, Szokolai, Durkók és Bozai. Megmutattuk egymásnak a darabjainkat, megbíráltuk. Ezt Farkastól tanultuk órán, mert ott az órán ő mindig, ha valaki hozott egy új darabot, mindig megkérdezte a jelenlévők véleményét. És nagyon örült, hogyha olyat mondott, amivel ő is egyetértett és kifogásolt, és vagy még olyat is, amit esetleg ő nem vett észre. Vagy olyat is, ami jelen volt, de nem tartotta azt kifogásolhatónak Farkas. Szóval egy intenzív szakmai élet folyt, és ez később is folytatódott mi. Később is mindig megmutattuk egymásnak darabjainkat. Elvégezve a főiskolát, egy még nagyobb sok értünk, miután már 56 után ugye kinyíltak a kapuk, és szét lehetett nézni Európában, és kiderült, hogy a zeneszerzés az egészen más felé tart, mint ahol mi járunk, vagy mit, ahol mi tudunk. Újdonságok, új hatások, új technikák jelentek meg, amikről mi nekünk fogalmunk se volt. Ehhez járult még egy elem, ami fokozta ezt a érdekes érzetet, hogy amerre jártunk, és leginkább a szocialista országok összejövetelén, mindenütt azt mondták a darabjainkra, hogy bartókosak. Holott mi ezt nem éreztük úgy. És ez rettentő idegesítő volt, hogy szinte lekezelőleg mondták azt, hogy bartókos. Teljesen mély ponton voltam, már szinte azon a ponton, hogy feladom, és nem komponálok többet valahogy. Teljesen megbénított ez a tudat. Aztán jóval később oldódott meg a rejtély számomra azzal, hogy tulajdonképpen a magyarságunk közös. Tehát a magyar népzenének a hatása, dallamfordulatai, ritmikája, lejtése az, ami közös, és ami közös Bartókkal is. És tulajdonképpen ez dicsőség, és nem pedig rossz dolog, amit állítottak rólunk. Csak akkor még ezt nem gondoltuk így. De hozzá kell tennem azt, hogy én színházi zenéket, kísérő zenéket írtam, és ott ezeknél a zenéknél
próbáltam ezeket a kísérleteket megcsinálni. Sokszor volt olyan szám is filmzenében, ahol sehova nem kellett, csak engem érdekelt, hogy az hogy szól, vagy hogy lehet megoldani. Úgyhogy gyűjtöttem magamnak az információkat, és aztán egyszer csak összegződött a dolog egy fagott zongora darabban. Tulajdonképpen minden fúvós hangszer a fülembe van ma is. Majdnem azt mondtam, hogy sajnos, de az sajnos, hogy a vonós hangszerek nem annyira. Tehát kedvesebbek voltak számomra a fúvós hangszerek, mint a vonós, és később, miután rájöttem arra, hogy vonós hangszerek nélkül nem lehet meglenni, és a zenekari darabot nem lehet írni vonós hangszerek tudása nélkül, akkor konzekvensen minden darabomba tettem valami vonós, meg kísérő zenékbe értettem, valami vonós hangszert, hogy azzal is megbarátkozzak, megismerjem. De ma is sokkal nehezebben jut eszembe valami hegedűre, vagy csellóra is akár, mint fagotra, vagy fuvolára, vagy akár tubára is, bár még tuba darabot nem írtam. Erdei Péter, akivel ő elég jó barátságban van, ő mondta, hogy hát kérjétek meg a tanárurat, hogy írjon nektek egy fuvoladuót. Mert ő hallott bennünket sokszor játszani, és hát akkor még nem nagyon mertük, mert nem ismertük személyesen a tanárurat, azért aztán csak fölhívtam, és hát rendkívül készséges volt, és megírta a darabot. Nagyon nagy élvezet volt egyébként az, hogy a darab írása során körülbelül kétszer-háromszor akkoriban az ő felesége rendszeresen járt Kecskemétre, a Kodály Intézetbe tanítani, és ő többször elkísérte, és ott mindig elmutogatta, hogy hol tart éppen a komponálással, és hát az nekem fantasztikus élmény volt, ahogy ott mellette ültem, és ahogy ő a zongorán eljátszotta, azt lehetett érezni benne, hogy még abban a pillanatban is születik a darab, amikor játssza, akkor is azon gondolkodik, hogy jó ez így, vagy hogy hogy lesz. Kocsár műveiben mindig jól érezzük magunkat, mint ahogy a kórusok is jól érzik magukat benne. Most fagottosoknak írjunk, mint tudom, mert az unoka fagottozik. Biztos, hogy ők is imádni fogják. Tehát egyszerűen eltalálja, van érzéke ahhoz a hanghoz, amire komponál. Tehát elképzeli, akár legyen az énekhang, akár legyen hangszerhang. Ő nem olyan zenét komponál, ami megszületik a fejébe, és majdnem mindegy, hogy mi játszák, hanem ő hangszerre komponál. Van egy prim kánon benne például, amelyik
pontosan ugyanazt játsza mind a két szólam, és az mindig összeérnek. Tehát tulajdonképpen egyszerre majdnem mindig egy hang szól, csak néha lép el a másik róla. Hát ez is egy csodálatos, hát egyrészt azért kell tudni hozzá intonálni a hangszeren, hogy mondjuk az úgy szóljon, ahogy kell. Tehát elég kényes dolog. Viszont gyönyörű, ahogy mindig becsúszik a következő hang, és akkor a másik arrébb lép, és akkor ez megint rácsúszik. Szóval gyönyörű. És hát aztán a karakterek iránti érzékenysége, hogy ahány tétel, annyiféle karakter, nagyon finom különbségekkel. Ezeknek a hangja az nagyon beleült a tudatomba, a fülembe. Hegedűs az különben se szól olyan nagyot, ez egy kis szobába való. Volt hegedűs barátom is, de őt nem hagytuk szóhoz jutni. Egyből belevág a közepébe, tanár úr. Kinyílik egy gyönyörű hangzásvilág, ahogy a virág kitárulkozik. Belgiumban tanultam, akkor, amikor a Schiffer Ervin tanár úrnak az az ötlete támadt, hogy a diploma koncertemre megkéri Kocsár Miklós tanárat, hogy írjon nekünk egy brácsó versenyt. Meg is történt, hát mivel nem vagyok nagy barátja a vonósoknak, hát gondoltam, hát most meg kéne mutatni, hogy tudok én ilyet is csinálni. El is mentem hozzá tanár úrhoz, és megbeszéltük, és eljátszottam, és akkor úgy ő még ott javítgatott. A lirikusság a műnek, ami a címe is a darabnak, az a B témában, a melléktémában fejlődik ki, és ott meg is ismerünk egy gyönyörű melódiát. Szóval megcsináltam, és előadta nem is akárhogyan, és azóta itt is eljátszotta jól nehányszor. Mindig azt érzem a magyar jegyeket, tehát én nekem ez a mű legalábbis Kodálynak a vonala tovább. Ahogy éreztem ezeket a magyar ritmusokat, a magyar hangzásvilágot, ezt pontosan ugyan így érzem Kocsár Miklós tanár művében is.
Kecskeméten történt egy nyári vagy tavaszi ilyen kórus találkozón, mentünk a Kodály iskola felé, egyszer csak egy csomó gyereksereg szaladt felénk, egy fekete keretes szemüveges tanárbácsi vezetésével, és körbefogtak, és hát mondták, hogy jaj, ez a zeneszerző, aki ezt a művet írta, és körbevettek, és azt se tudtam, hogy mi történik velem. Kedvesen odajött a lányok közé. Ez fölbátorított engem, és úgy döntöttem, hogy Nyíregyházán csinálunk egy szerzői estet. Megkerestem őt a pesti lakásába, elmondtam a tervemet, mélyen hallgatott, de amikor oda került a sor, hogy milyen megkoronázása lenne ez az eseménynek, hogyha erre az alkalomra írna egy művet, hát akkor elég visszautasító módon azt mondta, hogy ő nem olyan zeneszerző, aki csak úgy ír egy művet. Vagy eszébe jut a zene, vagy nem jut az eszébe. Ráadásul a főiskola lánykara is gondolta, annak vezetője, hogy ha elmegyek, szóljak már, hogy nekik is írna egy művet. Na, hát a beszélgetés nem volt túl hosszú, a vége szerintem nem is volt már barátságos. Ennek ellenére a szerzői estet azért megcsináltuk, még most is emlékszem rá, annyira izgultam, hogy amikor elkezdődött az egyik kórusmű, pontosan tudom, az Ó havas erdő némasága, akkor fölemeltem a kezem, akkor nem tudtam, hogy hány negyedbe kezdődik a mű. És az egész első sorba, amíg ment a mű, mert elkezdődött, az egész első sorba kerestem az ütemmutatót, hogy mi lehet az ütemmutató. De aztán a ütemmutató rendbe jött, és a hangverseny sem lehetett túl rossz, nagyon örült neki, nagyon boldog volt, és ettől kezdve tulajdonképpen már többször is találkoztunk. Úgy fülemben ragadt a hangjuk, a hangzásuk, ez a vibrátómentes, egyenes hang, ahol a diszonanciák nagyon jól élnek ebbe a hangzásvilágban. Rádióban dolgoztam, zenei főosztályon, és a heti lehallgatásoknál egyszer az egyik fiatal kollégának egy kórusművét hallottuk, ami annyira fölidegesített, hogy kénytelen voltam, amikor hazamenni, előszedni a kottát. Ez egy Glória tétel volt, ha jól emlékszem. És nem tudom, hogy, de egyszer csak, hogy elkezdtem én is írni a szövegről, hogy így kellett volna neki csinálni, vagy úgy, vagy. És pillanatok alatt megírtam egy Glóriát, megmutattam barátaimnak, és mondták, hát ez, csak már mi ez képest egy Kyriét írni, meg egy Agnus Deit, és már kész is egy kis mise. Hát megcsináltam azt is. Azt mondta, hogy írtam nektek egy művet, egy misét. Míg írtam, egyfolytában arra gondoltam, hogy hogy szól a kórus, és milyen lesz ez, és hogy lesz, és hogy ki fogja a szólót énekelni, azt is kigondolta, és ott rögtön előállt a misével. Ettől kezdve újabb és újabb műveket írt, sőt, én is kértem, és már nem utasított vissza. Dénes érti a módját, hogy környékezzem meg, ma már annyira ismer, hogy csak telefonálni kell, és már ugrom, mert annyi sok örömet adtak nekem.
innentől kezdve a kapcsolat már nagyon erős volt, mert ő is nagyon kíváncsi volt, hogy ez hogy van. Gyakran eljött a próbára, aztán hazament és átírta, és aztán megint átírta, és megint átírta. És gyakran kérdezte, hogy mit szólok hozzá. És időnként óvatlanul beleszóltam, hogy én szerintem talán itt mi lenne, ha úgy lenne. Na ettől kezdve aztán mindig nagy baj volt, akkor jöttek a változatok. Hát ez egy belső kényszer, ami arra késztett, hogy én ezt megtegyem. Farkas tanár úr mondta mindig, hogy ha valami nem sikerül, azt húzzuk át, radírozzuk ki, törüljük ki, hogy ne maradjon a rossznak emléke emlékezetünkbe. Ez ilyen furcsa eset történt, hogy 10 variáció után írtam egy 11-et, és aztán mintha ismerős lett volna, és kiderült, hogy az elsőt írtam meg még egyszer. Nem ugyanúgy, egy pici változattal, ami miatt viszont ezt az egész utat be kellett járni. Elsősorban azt gondolom, hogy nagyon tiszta zene, nagyon pontos zene, nagyon sokszínű. Úgy tapasztalom, hogy aki először hallja, az is rögtön fölfigyel rá. Ezek külföldi tapasztalatok. Mi énekeljük külföldön, és akkor ott népszerűvé válik a szerző, és tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy melyik korszakából éneklünk, mindig hatással van a közönségre, és akkor azokat a műveket ott abban az országban elkezdik megtanulni. Így történt az, hogy Japánban Kocsár Miklósról elnevezett kórusversenyt rendeztek, azt hiszem, vagy 5 alkalommal, ahol a kórusoknak egy kocsárművet kellett énekelni, és valami szabadon választottat. Érdekes módon a kórusok 90%-a a szabadon választott művet is kocsárművet választott, úgyhogy amikor ott ültünk a zsűribe, és jött a 30 énekkar, és újra, még mindig, csak mindig hallgattuk gyakran ugyanazt a művet, az már talán időnként soknak tűnt, pláne azért, mert nem is mindig jól énekelték. De mondhatnám tovább is, hogy ha külföldi, nem biztos, hogy olyan hamar rájön, hogy a művek milyen elementáriasan nagyszerűek, mert nagyon igényes a költők kiválasztásába, nagyon hosszan foglalkozik, olvasgatja, és a legszebb verseket találja meg. Nagy szerencsénk, hogy Nagy László versei ilyen mértékben tetszettek a szerzőnek, mert nagyon sokat írt, és ezek a szövegek és a zene együtt, akár modern skálákat használt, akár más típusú, kicsit az egész hangúság irányába használta, ezek az eszközök mindig a szöveg kifejezése érdekében születtek meg. Mindig megerősíti azt, amit a versbe hallunk. Külföldi megkérdezi tőlem, hogy most akkor a Csodafiú szarvasnak mondjam el a szövegét, hogy ez miről szól. És bizony mi magyarok sem tudjuk pontosan, hogy miről szól, de Nagy László versét halljuk, mint zenét. És érezzük azokat az egészen különleges költői képeket, amelyeknek már több az érzelmi tartalma, mint az értelmi tartalma. Kapcsolatban állok az irodalommal. Tulajdonképpen nagyon kedvelem, szeretem. Önző módon természetesen elsősorban olyan verseket kerestem, ami megzenésítésre is szóba jöhet. Hát azt mondanom sem kell, hogy a 20. század iránt érdeklődtem leginkább. Én például nagyon szeretem, ha a költői a szöveg. Engem az rettentő módon inspirál.
előfordult kedvenc költőmnél is, hogy egy kórusművet, nem tudom már hány évig írtam, mert egy szónál leakadtam. Egyszerűen eljutottam oda a szóhoz, és annyira idegesített, bosszantott, és nem odavalónak találtam, hogy abba hagytam a kórus műírását. Aztán jóval később egyszer valahogy túltettem magamat, sokat szorra már rajta, és megcsináltam. De valahogy nem inspirálnak bizonyos szavak. Ez a tűzte gyönyörű, és abban van egy szó, hogy mozdony. És ez a mozdony annyira irritált, hogy egyszerűen nem tudtam tovább menni. Pedig Nagy László versszövegíró, és nagyon sok versét megzenésítettem. Kocsár Miklós nagyon szép dallamokat ír. Sokszor kérdeztem is tőle, hogy hogy csinálja, hogy találja ki ezeket a dallamokat, hogy olyan természetesen szépek. És mondta, hogy ő azért a zenébe elsősorban mindig a dallamra figyel. Az, hogy aztán az eszközökben, a földolgozás során, a kísérletekben mi történik, az egy másodlagos dolog. És mert én is szeretem a dallamot, ezért úgy gondolom, hogy szerencsés, hogy így találkoztunk. Szokolaiék voltak nálunk. Egy ilyen baráti összejövetel címén, és az összejövetel egy bizonyos pillanatában édesapám elővette egy magnókazettát, ugye még abban a korban járunk, még így jártak a felvételek, de a lényeg az, hogy föltett és megmutatta, és meghallgattuk együtt ezt a darabot. Én még messze nem voltam karmesterképzős, tehát azért mondom, hogy ez valahol talán még gimnázium éveim legvégén, tehát a 80-as évek legelején lehetett. Ami a lényeg? Egy a darab, ahogy kell, abban a korban, megfelelően, aleatóriával, ezzel, azzal, diszonanciákkal. És a végére azt hiszem, hogy egy G-dúros, tiszta, vagy csak egy üres kvintes akkord egyszer csak megszól. És akkor Szokolai fölpattant, hogy ez az, végre lemerted írni. Na most ez egy olyan történet, ami nagyon érdekes, és persze biztos megvan az ő olvasata is, csak nekem is azóta is, hogy miért is kell attól félni, hogy akkor leírunk egy tiszta akkordot. De az tény is való, hogy ezek után, most nem mondom, hogy ez volt egy fordulópont, de bennem megmarad, mint emlék, és azt gondolom, hogy egy érdekes emlék. És elég erős ahhoz, hogy így 30 év távlatából ez még ugyanúgy él. De ami a fontos, hogy azóta szép lassan kialakult a saját egyéni stílusa, ami nem mondom, hogy nem lehet összekeverni esetleg mással, de azt gondolom, hogy elég egyéni, és meghallható az a zene, amit ő ír. De jellemzően nem keres utakat, nem akar megfelelni senkinek, ami neki eszébe jut, ő azt nem szégyelli, azt leírja. És hogyha ez egy melódia, ez egy harmónia, hát akkor, uram bocsán, az.
szüleim zenészek, én ebben nőttem föl. Azt gondolom, és teljesen egyértelmű, hogy ez a fajta zenei nyelv, amit tőlük, rajtuk keresztül megtanulhattam, az az, amiből én a saját létemet, a mai jelenemet végül is ez alapján építettem fel. És ezért a lehető legnagyobb egyszerűséggel tudok tulajdonképpen az ő műveihez nyúlni. Igazán nagyon boldog vagyok, mert mindenfajta szó nélkül tulajdonképpen azt csinálja a darabokkal, amit én is gondoltam. Elején ez nem volt teljesen így, mert mikor először egyik darabomat műsorra tűzte, akkor vártam azt, hogy megmutatja a darabokat, kérdéseket tesz fel, vagy netán elhív próbára, hogy megmutass. Egyik sem történt, de lényeg az, hogy elmentem a fröpróbára, igen, és ott nyugodtam meg, mert addig ideges voltam, hogy mit csinált ezzel a darabban. És az ő próbán tökéletesen megértette a darabot, és azt csinálta, amit kell. Pedagógiai irodalom, amivel én régóta foglalkozom, és már fuvósokra is írtam, zongorára. Zongorára az Balázs fiamnak én írtam, egy darabot se játszott el belőle, de abba hagyta a zongorázást. A mostani unokákkal vagyok jobban, mert most, mint nagyapai, szigorral rá tudtam őket venni, hogy tanuljanak zenét, és tanulják meg az én kis darabjaimat is. Hát persze ezt a szigort úgy kell érteni, hogy megírtam a darabokat, és szerettem volna, ha eljátsszák. Tanítás közben meg kell fogalmazni mindazokat a gondolatokat, ami a darab körül jár az ember eszébe, hiszen annak a gyereknek meg kell magyarázni, hogy ez vagy ez a dolog miért jó, vagy miért nem jó, és hogy kellene csinálni. Tehát meg tud mindent az ember saját magának fogalmazni. Másrészt a fiatalok mindig sok-sok új dologgal állnak elő, szinte ötletet adnak nekem is, meg a tanárnak is arra, hogy valamire fölfigyeljen, amire esetleg ő nem. Tehát lehet tanulni a növendéktől is valami. Ez egy szép út, hosszú út, az alatt sok mindent megtanul, sok mindent megtapasztal, és ez örömmel tölti el az embert. És nem beszélve arról, hogy mennyire meglátszik azon, hogy aki végigjárta ezt az iskolát, és a zeneszerzés alapjait jól megtanulja, az vígan él tovább. A Kocsár tanár úr szerette a növendékeit, mindig. Tehát attól függetlenül, hogy nem folytatott mélylélektani beszélgetéseket órákon át a tanítványaival, szeretet volt benne, és én szerettem volna viszonozni, de én mindenkinek megvan a szeretet nyelve, és én egy picit másképp fejeztem volna ki magam, és nem volt rá alkalmam, és azért örültem, hogy most beszélhetek egy kicsit róla, mert alkalmam nyílik
megköszönni mindent, amit tőle kaptam, és a hálámat kifejezni, és a tiszteletemet, hogy mennyire sokat köszönhetek neki, és hogy azért vált belőlem zeneszerző, mert ő volt a mesterem a legfontosabb időszakban a Bartók Konziban. Azt tanultam meg tőle, amit sajnos manapság sokan kihagynak. Azt a fajta alázatot és tiszteletet a hangok iránt, amit később a Zeneakadémián is tovább tanultam, mert fantasztikus mestereim voltak, de akkor megtanultam nagyon, nagyon fiatalon, hogy ez nem hobbi, és a barátok, rokonok majd elájulnak, hogy a gyerek zenét írt. De az, hogy egyik hang után a másik hang hogy jön, a második hang után a harmadik hang hogy jön, gyakorlatilag ez határozza meg azt, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogy egyáltalán létjogosultságomat. A kocsárműveket elég volt úgy tanulmányozni, hogy kinyitottam a zeneszerzés füzetemet, mert bizony a kocsár megfogta a ceruzát, kihúzta és odaírta, hogy ott minek kell lenni. Eszem fogta és belejavított, amikor én szívrohamokat kaptam, amikor egész szombat, vasárnap tényleg megállás nélkül babráltam pár ütemen, és akkor úgy gondoltam, hogy ez így van, és akkor bevittem, és látszólag teljes nyugalommal, de ez nem csak látszólag, tehát szerintem ő tényleg nem zaklatták föl ezek a dolgok, megfogta, hogy és akkor kihúzta, ez nem jó, akkor itt ez így jobb lenne. És azóta is úgy van a darab, ahogy ő beleírt, mert jót írt, tehát borzasztó, mindig jót írt bele, tehát az volt a jó, ahogy ő mondta. Valóban hangról hangra kielemezve és rámutatva azokra a pillanatokra, amikor valami nem stimmel, és hihetetlen szigorúan. Tehát itt semmiféle engedmény nem lehetett. Ugyanakkor a kibontakozást viszont egy nagyon határozott elképzelés alapján irányította. Tehát, ha mondjuk csak egy példát mondok, azzal jött volna az ember, hogy tanár úr hozott egy nagy zenekari darabot, akkor valószínűleg be se engedte volna. Meg azt mondja, csukja be a kottát, és majd hozza vissza két év múlva. Mert ő pontosan tudta, hogy egyszerűen képtelenség még ebben a stádiumban egy ilyet megvalósítani, és nem érdemes, és kár az időt pazarolni egy ilyen vállalkozásra. Ma, amikor mindenki filozofál meg, így inkább kétségbe esik a művészetet illetően, és hogy egyáltalán minek mi értelme van, és ezekkel órákat töltenek el, akkor tényleg eszembe jut, hogy az ilyet nem az, hogy vitatkozott volna, az ilyet meg se hallott, ezek a beszélgetések nem léteznek. Akkor addig ő nem figyel, akkor inkább egy kicsit pihent csukott szemmel, de tényleg, és valahol igaza van. Tehát a hang. Milyen hang, milyen bogyó kerül az ötvonalas kottába. Minden nap fölkelek, kinyitom a számítógépet, aztán valahol kikötök. Egyébként elmondhatom, hogy én saját magamnak alig írtam darabot. Mindig valakinek írtam. Azzal a reménnyel, hogy elő fogják adni. És ez be is vált, mert esetek többségében előadták, és örömöm telt benne. Hiszen a közönségnek, meg az előadóknak írjuk a darabokat, és az a célja, hogy elhangozzék. Ha nem hangzik el, akkor az nincs. Az holt papír, néhány pöttyel rajta.